Én, ha az Úristen is úgy akarja, lezárhatjuk a nyugati civilizáció egy dicstelen korszakát. Lezárhatjuk a progresszív, liberális hegemóniára épülő világrendet. Barátaim, a progresszív, liberális világszellem úgy, ahogy van, elbukott. Háborúkat, káoszt és békétlenséget, összeomló gazdaságot és zűrzavart hozott a világra. Zűrzavart a nemzetközi politikában, elszegényedést a családoknak, romló közbiztonságot az utcákon és a tereken. Furcsa korszak és különös szellem volt ez. A hívei azt hirdették, hogy az ő feladatuk nem az emberek képviselete, hanem a saját eszméik megvalósítása. S ha a tények nem igazolják az eszméiket, akkor annál rosszabb a tényeknek. A világot demokráciákra és autokráciákra osztották, és azt állították, az ő szerepük az autokráciák elleni keresztes háború. Mentek, háborúztak, exportálták a demokráciát, és végül az embereknek elegük lett belőlük, ahol csak megjelentek. Beszéljünk egyenesen, ez a világrend olyan vezetőket termelt ki, akik nem valók vezetőknek, akik alkalmatlanok a feladatra, akit hibára halmoznak, és végül a saját vesztükbe rohannak.